A Tamási Városi Művelődési Központ előtti téren nagyon sokan gyűltek össze, hogy a hétvégi szüreti napok kulturális műsorait megnézhessék. A hagyományőrzés, a helyi művészeti értékek bemutatása mellett tolnai és szekszárdi borokat is kóstolhattak az ide látogatók a Tolnai Borút Egyesület jóvoltából. Pénteki napon azért alkalmam volt néhány kiváló tolnai borvidékről és szekszárdi borvidékről származó bort kóstolnom, és mondhatom, hogy kiválóak a nedük. 40 féle borfajta, pincészetnek a borfajtája közül lehet válogatni az idén is. A tolnai borokra helyezzük a hangsúlyt, hisz a Tolnai Borút Egyesület szervezi ezt a borkóstolós, borkínálós részét a programnak, de vannak szekszárdi boraink is. Születnek ezen a vidéken, de Tolna megyében szinte mindenhol komoly hagyományai annak. 50-60 éve szinte az összes tamási családnak volt szőleje és bora, de 100 éve biztosan, és a szőlő és a bor nagy érték volt, nem csak mint ital, hanem mint gazdasági érték is. Ez így van ma is, most már azért a Tamási Várhegy, a Szőlőhegy, a Szarkahegyi rész, ahol szőlők vannak és borospincék, sokkal kisebb területen fekszik, de én úgy látom, hogy a fiatalok is kezdik ennek az értékét ismét meglátni, és örülnék neki, hogyha néhány éven belül tamási borászok is tudnák a boraikat kínálni itt a tamási szüreti napokon. Mára a város legnagyobb, leglátogatottabb rendezvényévé nőtte ki magát a szüreti napok, amely immár 7. alkalommal várta 2 napon át az ide látogatókat. A szervezők úgy látják, a Covid után az emberek ismét szívesen és aktívan vesznek részt a városi rendezvényen. Tulajdonképpen nem érzékelünk semmit abból a rendkívül kellemetlen hangulatú időszakból, amikor az intézményünk is zárva tartott, és hanyagolnunk kellett a rendezvényeket, pláne az ilyen nagyszabású rendezvényeket, ahol nagyon sok ember megfordult egy ilyen alkalommal, családok, fiatalabbak, idősebbek, gyerekek is kilátogatnak a rendezvényre. Remélhetőleg mindenki tud választani a saját ízlésének megfelelőt. Legyen az hagyományőrzés, hiszen azt gondolom, ezt nem is kell hangsúlyozni, hogy a szüreti fesztiválok egyik legfontosabb eleme a hagyományőrzés. Néptánccsoportok, népzenekarok főszerepet játszanak ebben a programban, de természetesen gondolunk mindig a fiatalabbakra, gondolunk azokra a stílusokra, amelyek nagyobb nézőszámot vonzanak, és amit még kiemelnék, hogy mindenképpen főszerepet kapnak azok az amatőr művészeti közösségek, amelyek a városban vagy a város környéken működnek. A rendezvényen a Csokonai díjas és Tolna megyéért díjas Tamási koncertfúvós zenekar, a Babics Mihály díjas Pántlika néptánc együttes, a Bogyiszlói zenekar és a Bogyiszlói hagyományőrző egyesület műsorát láthatta a közönség. A szervezők pedig már a jövő évi eseményre készülnek. Ahhoz, hogy összeálljon egy komplett program, pláne egy 2 napos hétvégés program, ahhoz nyilván a számos fellépő közreműködő miatt már jó időben meg kell tennünk az előkészületeket. Úgyhogy mondhatom azt nyugodtan, hogy amikor befejeződik a szüreti nap, akkor már elkezdjük készíteni a következőt. Mindig abban próbáljuk megújítani egy kicsit, hogy olyan fellépőkkel, olyan hagyományőrző csoportokkal ismertessük meg az itt élőket, amelyek szűkebb pátriánkban, akár a megyénkben fordulnak elő, hiszen ha belegondolunk abba, hogy 40-50-60 kilométer a távolság, és sokszor mégsem ismerik azokat a rendkívül szép hagyományokat őrző csoportokat, akiket akár a világ túlsó oldalán is ismernek az emberek, úgyhogy ebben mindig megújulásra törekszünk.